Kép is van. Minden van. Hello, hello mindenkinek. Na, szóval, hölgyeim és uraim, szép napot kívánunk mindenkinek, üdvözöljük a nézőket. Erre a hétre átköltöztünk a Facebookra, és megbeszéltük itt a srácokkal, hogy valószínűleg a beszélgetős csütörtököket azt a Facebookon fogjuk streamálni. Továbbra is elérhetőek vagyunk a Twitch-en? Nem vagyunk elérhetőek a Twitch-en, ugye? A zenélő streamek maradnak a Twitch-en, a szombati streamek, a csütörtöki beszélgetések pedig itt a Hungarian Hardstyle Facebook oldalán lesznek elérhetőek. Sziasztok! Úgy látom, hogy ez a felület ez lehet, hogy jobb lesz ezekre a beszélgető streamekre, mint a Twitch csatornánk. Itt van velünk Patrick Szabrage. Sziasztok, sziasztok! Üdvözlök mindenki! Imre. Hello, hello! És PC. Sziasztok! Na, hát próbáltuk összeszedni itt a mai témákat, nem igazán jutottunk dűlőre, mert mindenféle ökörségről ment megint a témázás. Nálunk ez azért általában jellemző, hogyha összeülünk beszélgetni, és így komoly témákat szeretnénk feszegetni a hardstyle-al kapcsolatban, ez általában nem szokott bejönni. Úgyhogy ez most is így történt, úgyhogy várjuk tőletek továbbra is azokat a dolgokat, amikről hallani szeretnétek, vagy hallgatni szeretnétek. Addig pedig random szerintem dobálgassunk fel dolgokat, ugyanis a múlt heti adásunk azért ez nyugodtan mondhatjuk, hogy egy beta teszt variáció volt arra, hogy hogyan működhet ez a platform jelenlegi helyzetben. Abszolút kérdezhet mindenki kommentben. Visszanézhető a mai adásunk? Ez fölmarad a Facebookon. Zenét direkt nem fogunk tolni, hogy ne szakítsa meg a Facebook, vagy ne némítsa le, beszélgetni fogunk. A szünetben lesz majd valami no copyright zene, de ennyi. Így van, tehát próbálunk egy kifejezett műsor struktúrával készülni most már a következő adások idejére, mint ahogy azt régen is tettük, azért 4 órában ott egész jól szét voltak bontva a dolgaink. Valami hasonlót szeretnénk elképzelni erre is, csak hát ugye itt a zene megkötés az nyilván nem úgy fog működni. Igen, hát beszélgetünk, kérdezzetek kommentben, miről szeretnétek, hogy beszéljünk esetleg, de van ugye saját témánk is, általában magyar hardstyle helyzetéről szoktunk beszélgetni, de mondom, amennyiben valami érdekel titeket, vagy szeretnétek, nyugodtan kérdezzetek kommentben. Én olvastam egy érdekes témát a Hard News-on a mai nap folyamán, hogy a holland kormány júliustól már engedélyezni fogja a szabadtéri fesztiválok megszervezését bizonyos keretek között. Arra nem is emlékszem pontosan, nyilván ez is ugye vakcinához, meg oltottsághoz lesz kötődő. Én nekem az első kérdésem az lenne hozzátok, srácok, hogy ti elmernétek-e menni egy ilyenre, akár már júliustól, vagy milyen kritériumokat szabnátok, hogy újra lehessen nyitni akár ezeket a dolgokat is a nyári fesztivál szezonra. Patrick? Hát én úgy gondolom, hogy azért ez egy nagyon, nagyon necces kérdés. Tehát itt azért a világ nagyon megvan osztva ilyen szempontból, hogy kik akik nagyon tartanak az oltástól, vagy a vírustól, és kik akik egyáltalán nem tartanak tőle. Tehát itt azért nem ilyen fekete-fehér a dolog, hogy akarok-e menni, vagy nem. Persze, szerintem mindenki nagyon szeretné, hogyha most azt mondanák, hogy holnaptól lehet menni bulizni. Tehát én lennék az egyik legboldogabb, de szerintem együtt mennénk. Tehát ebbe biztos vagyok. Igen, ez egy érdekes kérdés. Mikor tavaly kirobbant az egész járvány, akkor úgy emlékszem, hogy a hollandok... Köszönjük szépen! Kaptunk egy köpködő szivat. Egy köpködőt, most már így a vírus alkalmából. Jó nagy. Ez biztos, hogy a mikrofonhoz való? Igen, azt hiszem tavaly, mikor kirobbant az egész járványos díj, akkor én úgy emlékszem, hogy a hollandok azt mondták, hogy amíg nincs vakcina, addig semmi. Semmi fesztivál, semmi rendezvény nincs. Most már ugye, hogy előtérbe, látótérbe került az oltás, innentől fogom, már szerintem hamarosan reális lesz, hogy náluk megindul a buli. Ugye itthon azért még egy pár, szerintem bőven várni kell, még legfeljebb év végéig szerintem minimum. Igazából ugye az idei DEFCON is elmaradt, ha jól tudom, szóval nem is értem, hogy júniust mondtál? Júniust mondtál, ugye? Júli? Hát akkor a DEFCON elmarad, ugye nem kapom vissza jegyem árát, még nem tudom mióta. Na mindegy, kérdezte közben Nagy Dominik, hogy Hardstyle Revolution pólókat gyártunk-e majd? Hát majd, igen, ezt majd fogunk egyszer, egyelőre nem éri meg, igazából a bögréket sem nagyon viszi senki. Szóval egyébként meg hungarianhardstyle.hu webshop, és vehettek bögréket, rendeljetek,
plusz még szájmaszkból is akad, szóval ez itt a reklám helye. Tudtok rendelgetni ilyeneket tőlünk. De ja, előbb-utóbb majd, hogyha szerintem hogy indulnak a bulik, akkor lesznek majd pólók is valószínűleg. Igen, és itt megint szeretném Dominiknak megjegyezni azt, ő írta, hogy ő nagy ívbe tojik az egészre, ő menne már bulizni, nem volt még ilyen bulin, élni kell a lehetőséggel. Nos, Dominik, akkor amint újra indulunk, akkor várunk téged szeretettel. Viszont azért az előző témához azért hozzáfűzném azt, hogy akármilyen szigort próbáltak mondjuk pont ugye az epicentrumba, Hollandiába belevésni az emberekkel kapcsolatba, ott is, amikor ez az időkorlát megvolt a kijárási korlátozással, akkor ott azért elég kemény népfelkelés volt az északi országokba, tehát akkor mégse viselik annyira jól ezt az egészet, de hát kiviseli jól. De ne is beszéljünk most ilyen dolgokról szerintem, mert azért ez mégis mindenkinek elege van belőle, nem ezzel fogjuk eltölteni a streamet, csak valamivel próbáljuk mi is húzni az időt, amíg kapunk esetleg értelmes kérdéseket. Úgyhogy át is adom addig az Iminek a szót, hát hogyha tud valamit mondani. Pont neked, igen. De mert meg lett beszélve, hogy én leszek a host a műsor alatt, tehát nekem kell majd prezentálni itt a jobbnál jobb dolgokat, úgyhogy most én is meg vagyok lőve. Nem igazán nézegettem a héten a hairstyle-al kapcsolatos újdonságokat, mint ahogy azt az elmúlt 2-3 évben úgy általában tettem, viszont az nagyon megütötte a szememet, hogy Tyron, a Gearbox, illetve az egykori Fusion tag Tyron leszerződött Brennan Hartek mellé. Nem a VR-hoz, hanem a, mi ez most már, az I am hairstyle. Nem is lehetne ennél nagyobb volumenű és manírosabb kiadó nevet nem is lehetne elképzelni, hogy I am hairstyle, ki vagyok, én vagyok a hairstyle, jó? Ezt már megvitattuk négy szem közt, most ezzel senkit nem szeretnénk így senkinek az ízlését megsérteni. Viszont ő ugye eddig nem ezekről a zenékről volt híres. Ti hogy gondoljátok azt, tehát, hogy mondjuk Tyron esetében, aki azért egy raw, extra raw előadó, szerintetek hogy veszi ki magát az, hogy a mainstream vonal felé fog tendálódni az elkövetkezendő időszakban? Hát én úgy gondolom, hogy szerintem maga az I am hairstyle is a profilját akarja ezzel bővíteni, hogy minél szélsőségesebb irányokba is nyisson, tehát hogy ne csak az a euforikus, nagyon mainstream, amit a Brennan Harttól, hanem legyen egy másik irány is. Közben kérdezik itt, hogy nyáron lehetnek kis létszáma bulik, és már várom az idei első hairstyle bulit. Hát igen, ezt már ugye mi is várjuk. Ti egyébként hogy tervezitek az indítást, hogyha azt mondják holnaptól, hogy minden mehet a régiben, és akkor lehet rendezni újra a bulikat. Na, hogy visszatérve egy az I am hairstyle-re, honnan tudod, hogy nem fognak létrehozni egy I am raw kiadót? Egyébként sublabelt fog. I am raw. I am extra raw. A nyitást meg úgy tervezzük egyébként, hogy igazából már elkezdtünk ugye klubokat nézegetni, de annyira bizonytalanság van, hogy nem tudunk sajnos, hogy most így lefoglalni, hogy amint nyitás, miénk a klub. És az a baj, hogy ahogy hallottam a hírekben, hogy körülbelül egy kötőjel két hét előtte fognak szólni, hogy mikor lesz nyitás. Szóval maximum annyi időnk lesz felkészülni, és még az sem biztos, hogy akkor azonnal lesz bulira nyitás. Mert ugye, hogy ma olvastam, hogy április 12 vagy 16-tól tudnak elkezdeni fokozatosan nyitni, és szerintem a bulizás nem lesz közte első körben. De mindenképpen, amint ugye lehet, mi arra rá szerintem egy ilyen 2-3 héttel az a minimum, de inkább előbb remélhetőleg fogunk valami bulit szervezni valahova, több helyet is nézünk. Ezzel kapcsolatban belvárosba keresgélünk, szóval gyertek majd minél többen. Azt még nem tudjuk, hogy kötelező lesz az oltás, igazolvány vagy ilyesmi, mert ugye ez nem csak tőlünk függ, hanem a helytől is, de azért arra számítsunk, hogy lehetséges, hogy ez kötelezővé kell majd tennünk, vagy esetleg a hely fogja ezt kérni. Így van, közben Piri kérdezte tőlünk, hogy szabadtéri buli. Én szerintem ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni erre is, tehát itt ugye csak a hollandokból tudunk kiindulni, amit beszéltünk is egy pár perccel ezelőtt, hogy oda is ilyen keretek közé fogják majd helyezni a dolgokat. Imi? Én már tavaly például elkezdtem szervezni idénre egy hajós bulit. Még nem tudom, hogy kell beszélnem az emberrel, hogy mi a helyzet a hajóval, de azért szántsatok rá, hogy lehet, hogy nyáron lesz egy hajós buli majd. Oda szigonyt kell majd vinni, meg hogy horgászbotot. Abszolút. Amúgy egyre jobbnak tűnik ez a Facebook stream lehetőség. Nyilván ugye a zene nélkül egy picit
korlátoltak a lehetőségeink, de úgy látszik, hogy már jobb a nézettségünk, mint a múlt héthez képest. Ugye jó, nyilván az egy béta adás volt, így alakult, majd a jövőbe kerekasztal azt tudod. Már el. Tehát... Ja. Ja, bocsánat, tehát hogy most azért hosszú idő után például most Noise Controllersnek is egy vadi új megjelenéssel jött a mai nap, a Day Pretender. Azért szerintem mióta egy, másfél éve nem volt neki zenéje? Hát igen, a Covid elején ő azonnal visszavonult, és ő ezt nagyon jól élte meg ezt az időszakot. Most ez nekem egy nagyon, nagyon jó kis téma, hiszen nekem ő az egyik személyes atya úristen példaképem, Bass, és abszolút rendben van, tehát hozza azt a színvonalat, ami Noise Controllers, és teljesen 21. századi. Jó, természetesen tudom, hogy már ez nem ugyanaz, mint a régiek, abszolút rendben van, abszolút rendben van. Jó tett neki a szünet, mert a szünet előtti utolsó pár néhány megjelenése az viszont nagyon csúfos volt még számomra is. Emlékszem, még beszélgettünk is róla, hogy ugye Instára rakta ki attól függetlenül a képeket, és nem is tudom, mit mondtál rá, hogy valami... Igen, megnőtt a haja, totálisan úgy nézett ki, mint egy ilyen matek-fizika szakos kispesti középiskolai tanár, úgyhogy megvett egy szamarat. Az nagyon óriási, óriási. Mihez kezdjen az ember egy hardstyle producer a szabad idejével? Veszek egy szamarat. Ez nem is értem, hogy nekünk miért nem jutott eszünkbe, hogy a Zuglóba sétálgatnánk a Petrikkel együtt. Mindentől függetlenül óriási megjelenés, biztos, hogy nagyon sokat fogjuk pörgetni, valószínűleg. Talán egy kicsit nekem így első blikre a People Are Awesome-ra hajaz. Tehát így azt a vonalat viszi tovább. Szerintem az nem lett egy rossz zene. Nem tudom, hogy gondolod. People Are Awesome. Előttem van a zene, viszont az már nekem annyira abba a vonalba tartozott, amiket így átskippeltem, hogy nem tudnám felidézni, de most már újra nézem adás után, és akkor összevettem a kettőt. Nem rossz visszatérésnek, ez egy teljesen korrekt produkció. Várjuk a továbbiakat. Nyilván nem egy zenével készült el az elmúlt időszakban. Közben itt érkezett kérdés is. Ruzsinszki Gábor kérdezi, a stílus változik, illetve írja. Hú, ez egy nagyon hosszú komment lesz, úgyhogy le kell görgessek hozzá. Az elmúlt egy év számomra megmutatta, hogy a RAV önmagában unalmas, az Euphoric önmagában túlnyálas. A jövő az Extra RAV és talán a Melodic RAV szerintem. Nektek mi erről a véleményetek? Nos. Igen, az a vonal lesz. Önmagában szerintem mind a kettő tud baromi unalmas lenni. Itt a frissességbe rejlik szerintem a kulcs, és abban, hogy mind a két műfaj megújulóképes tud lenni. És szerintem a hardstyle-nak az egyik alapvető létjogosultsága 1999 óta az, hogy baromi gyorsan meg tud újulni. Tehát, mint mondjuk, nem nagyon vagyok képbe más elektronikus zenékkel, de hogyha meghallgatok egy mostani technót, mondjuk egy, nem kell messzire menni egy 3 évvel ezelőttihez, gyakorlatilag ugyanazt a sound design-t meg felépítés struktúrát kapjuk vissza, mint akkor és most. Na most ez ebben az esetben itt baromi innovatív, mert azért be lehet vonni ide más elektronikus zenei műfajokat, ami nagyon-nagyon jól tud működni, akár hogyha rövid ideig is. Lássuk a dubstepes vonalat, ugye a 2010-es évek elejéről, lássuk most az elmúlt 4 évből a psytrance vonalat, illetve ugye a happy hardcore vonalat is egy icipicit meglovagolták. Az nem volt olyan hosszú életű, de az is nagyon jól működött ezzel kapcsolatban. És szerintem az Euphoric-nak is, illetve a RAV-nak is azt tesz jót, hogyha vannak frissített dolgok. És itt most pont ki szeretném emelni az extra RAV vonalból a Sick Mode-ot, ugye a Malice-nak az egykori tagját, aki remekül ötvözi a kettőt. Tehát, hogy olyan kiállásokat csinál, minthogyha egy Euphoric cumó lenne, viszont a drop az meg ugyanaz az észvesztés, amit egy gearboxos zenétől elvárnál. Iminek oda is adom a mikrofont, hiszen ő nagyon szereti Sick Mode produkcióit. Legalábbis a Sick Mode and Mish közös produkcióit szoktam szeretni. Az egy. Kettő van már, igen. És abból ugye az első, ugye az volt ez a drum and bass-es történet, ez nekem nagyon tetszett, az a liquid drum and bass-es kiállással, meg break-kel. De igen, jók az extra ravok, jók a Sick Mode cuccok is, szerintem elég erőteljesen szólnak. De igen, a Rafforikot mondta itt ugye Ruzsinszki Gábor,
De a Raffolikot az például kifejezetten szeretem. Szóval konkrétan jobban szeretem, mint bármelyik Euphoric cuccot. Szerintem a D-Block, a Estefánik azok nagyjából a köztes. Ugye az Euphoric és a Raffolik között mocorognak mostanában. Tehát, hogy szerintem ők azért egy picit inkább az euforikusabb vonalat viszik még mindig, meg azt a mainstream-ebb, hallgathatóbb, könnyebb. De mégis van a dobjaikban az a Raffolik hatás sokszor. Ja. Nem tudom, én úgy gondolom, hogy szerintem ez a Raffolik, ez egy ilyen nagyon jó kis köztes megoldás, mert se nem túl kalapáló, de nem az az igazán nyálas nyári hangulatú ház. Tehát, na? Ruzsinszky Gábornak mondom, hogy nyilván a Mista Szikmód Gosztai, mivel a barátnője. Elég nyilvánvaló. Itt erre a Raffolik témára visszatérve, most már elég sok helyen lehet látni ezt a kifejezést, hogy Raffolik. De ez most akkor valóban egy létező alágazat, vagy subgenre a hardstyle-on belül, vagy csak ez egy valaki által kitalált valami, mert azért még mindig nem látom azt, hogy a Q-dance-nél ezt így említenék. Tehát az a vonal, amit mondjuk mi Raffoliknak hívunk, és most mondjuk emeljük ki pont a D-Block Stefant, vagy bárkit, az igenis még mindig Euphoric. Ez ugyanolyan, mint amit annól a New Style, ugye a Hardstyle-ba, ugye hivatalosan sose hívták úgy, mégis mindenki így nevezte. Nagyjából ugyanaz a Raffolik is. Mindenki így nevezi, nem official, de mindenki tudja, hogy miről beszélünk, hogy beszélünk a Disturbről, beszélünk a Subsonicról, stb. Kézenfekvő volt igazán elnevezni így, tehát volt egy Euphoric vonalad, volt egy Raw vonalad, és akkor, hogyha találtak valami olyan köztes megoldást, ami úgy nem igazán tudták bekategorizálni, hogy most ez Raw vagy Euphoric, akkor azt mondták, hogy ez Raw-Foric, kész, és akkor így egyszerűbb szerintem bekategorizálni mindenképpen. Adom Viktort. Defconon meg színe van. Színe van, meg rendes ugye stage van igazából ennek a különböző előadók. Nyilván nincs kimondva, de ugye a Defcon meg színe van, meg stage van hozzá, úgyhogy igazából... Van külön ilyen színpad, ahol Raffolik meg? Nem, hát nyilván előadókkal van ez leszabályozva, hogy amilyen... Hát ahol csak ilyen előadók játszanak, amik úgymond Raffolik. Így, hát lesz, igen. Subsonic, meg ki hát... még, aki ilyen hasonló. Hard Driver talán. Nem tudom, hogy mennyire hallatszik ez most a mik. Nem tudom, hogy mennyire van ez így, de én szerintem ez most az általános hardstyle, amiről beszélünk. Igen. Tehát ez valószínűleg azért is nem bejegyzett dolog a Q-Dance-nél, vagy a B2S-nél, vagy bárhol máshol, mert ez most a jelenlegi futó platform, igen, ami elfogadott. Igen. Tehát fejlődik a műfaj, nyilván valahova eljutott, tök jó dolog, hogy fejlődik, de ez szerintem csak egy ilyen rajongóbázis, egy ilyen hard state-es rajongóbázisként tudom elképzelni, hogy erre ráfogták azt, hogy ez most Raffolik. Nagyjából igen. Kapott egy 5 BPM-et, meg egy picit hardkorosabb kicket az Euphoric vonal, és akkor már ugye erre rá tudtak húzni a rajongók egy olyan vonalat, ami egy picit érdekes lehet, de én szerintem ez sose lesz egy bejegyzett vonal, hogy ez Raffolik. Nem, szerintem is ez úgy lesz inkább, hogy 10 év múlva vissza fogjuk emlegetni, hogy volt egy ilyen korszak, ami egy kicsit Raw volt, kicsit Euphoric, aztán, hogy innen melyik irányba billen a mérleg, tehát, hogy elmegyünk megint euforikusabb irányba, mint annak idején volt a Cyber, aki egy abszolút Euphoric nyárias hangulatú zenéket csinált, és már a végére elég rohadt unalmas volt mindegyik, mert igencsak egyforma volt. Most is unalmas, igen, tehát nyilván én úgy gondolom, hogy szerintem ő is igencsak kiégett ebben. Tehát nem nagyon tudott már ő sem megújulni ott a végén. Ő teljesen vissza is vonult a DJ fellépésektől, tehát ő már csak saját zenéket ad ki a Dirty Works-en egy 2-3 havonta egyszer. Viszont a srácnak az volt a mákja, hogy ő neki volt egy nagyon jó background sztoria. Tehát ő neki nagyon jó volt az a kis háttérsztori, hogy ő egy svájci kis tanyáról jön, tattara, nagyon jó kis ingyenes zenéket adott ki, és ott már mentek akkor a hashtagek, hogy akkor na, a Cyber lesz a következő. A pont akkor tájt vonult vissza a Headhunters először, amikor a Cyber előtérbe került. Ha visszaemlékeztek, az még szintotál előttem van, hogy a Cybernek az akkori megjelenései, azok egy per egy ilyen Headhunters másolatok voltak. És szerintem azért kajálták az be annyira gyorsan az emberek,
Mert hogy az, mert ismerős volt. Jó, tudom, hogy nagyon sokan próbálkoztak ugyanazzal a hangzással. Pont itt említették is nekem Szabó Attila, hogy a Prospects és ilyen kisebb kiadók már egy ilyen, már tolják a Rofforikot. Hát a Prospects az nem annyira kis kiadó igazából. Hát ugye a sublabelje valójában. Tehát ők mindig azt a full total contentet tolták, ami éppen adott volt, de igen, tehát hogy nagyon sokan próbálkoztak pont az ex-bónosok akkor azzal a vonallal, hogy ilyen egy per egy Headhunters kopikat adtak ki, és ez a Cybernek ez nagyon bejött, tehát én gyakorlatilag én úgy emlékszem vissza rá, hogy ez a gyerek az egy per egy ilyen Headhunters valami kis, még hogyha nem is teljes profilra, de hangra olyasmi volt. Van esetleg? Van egy megjegyzés Szabó Attilától, hogy a Dubstyle kísérletezés is volt. Annak idején ezért is jó az a stílus, mert folyamatosan kísérleteznek, újítanak. Érdekes egyébként, hogy ez a Dubstyle dolog is teljesen kihalt. Tehát ez ment egy-két évig. Én már most nem nagyon tudok olyat, hogy annak itt, sőt, ha visszagondolok, talán a motherfucking Point of Perfection volt. Igen. De hogy azon kívül, én biztos, hogy volt, lehet, hogy én maradtam le. Hát akkoriban, igen, az egy elég tisza világéletű dolog volt. Nagyon ment akkor ez a dubstep dolog. Én baromira sajnálom, hogy ez ilyen gyorsan kihalt. Rettenetesen szerettük az imivel amúgy az akkori produkciókat, és igazából ma is szívesen hallgatom vissza az akkori dubstep zenéket, mert pontosan megfelelő agresszió volt benne. Nagyon-nagyon jó volt a sound design az egésznek, és remekül passzolt a hardstyle-hoz. És hogyha ezt az alkalmat is meg, nem akarok egész nap noise controller szopkodni, de ő ragadta meg a legjobban ezt a vonalat, akármelyik aliaszát nézzük, legyen itt a Pavlóról szó, mert ugye a Pavló által pontosan ilyen zenéket csinált, vagy bármelyik bootlegger remix-el, zseniálisan szóltak a dubstep cuccok a hardstyle-al együtt. És szerintem ugyanolyan tempóval, ahogy ez a műfaj született, azzal a tempóval le is csengett ez a hardstyle-ba. Nem is nagyon kell tovább ragozni. Nem is nagyon tudom, hogy valamelyik kötöknél fel van még telepítve a masszív VST. Pont ennek a célnak. Viktor azt mondja, hogy föl. Egyébként annak, de jó, mert ő azóta nem frissítette a gépét szerintem. De egyébként most annak megjelent egy új verziója, azt a Massive X egy éve? Tavalyi, 2020-as. Azt hiszem, mert már javítanak ki, tehát... Csak, hogy más... Ja, semmi, csak, hogy másfél. Ja, másfél éves. Igen, szerintem az a masszív, mint plugin, most egy kicsit így elmegyünk ilyen szerkesztős irányba, az arra korosztályra, vagyis hát arra korszakra, meg arra a zenestílusokra, a dubstep, erre marha jó volt. Most már ugye inkább szérumot használnak az emberek, tehát az oda-vissza megveri szerintem a masszívot. Nagy Dominik mondja, hogy fizika tanárommal beszéltem a múltkor, hogy kéne dubstyle tracket nyomatnunk, ha már ő dubstepet, én meg ilyeneket nyomat, mondom neki, én még hardstyle, akkor csináljunk már ilyet. Hát igen, tehát most ez kicsit értelmezni kell nekem is, tehát hogy még egyszer, tehát hogy a fizika tanárod... Jó, oké, értem, hogy kijelentő mondat. Tehát, hogy a fizika tanár dubstepet hallgat, nyomat, te meg hardstyle-t, és akkor így valami kis közös kis kollaborációt kellene. Igazából, ha mostani füllel, most nem kell ehhez nagy szaktudósnak lenni, meg nagy szakzsargonnak ahhoz lenni, hogy egy 2010-es, tehát egy 10-11 évvel ezelőtti zenét visszakeressünk a neten, mondjuk legyen itt szó a Motherfucking Point of Perfection-ről pont. Tehát jó, mindenki meg volt akkor őrülve, érte, mi is ugráltunk rá, meg azt a mennyire frissen hatott az, hogy tört ütemek között hallottál hardstyle dobot. Tényleg frissen hatott. Viszont nem is olyan rég hallgattam vissza ilyen dolgokat, pont a Classic Stream kapcsán, hogy lehet, hogy egy-két ilyet elő kéne szedni. Én azt mondom, így utólag visszagondolva, hogy így, Jézusom, mi ebben mit kedveltünk, mit láttunk ebben annyira? Tehát röhelyes. Röhelyes. Mai napig fenn van a YouTube-on az a videó, nem is tudom, kivette fel, hogy Prophet előtt azzal fejezem be a szettemet, pont a Motherfucking Point of Perfection-nel amúgy. De egyébként másik ilyen műfaj volt a Undersound. Igen, ez is egy nagyon... Hát gondolom itt a fiatalabb hallgatók azok nem nagyon tudják most, hogy miről beszélünk, de igen, az is ez a 90 BPM-re lelassított reverse bass.
Nekem a azt hiszem a Catfight is az volt a Catfight, meg a Technoboynak volt ugye az Undersound pont, az nekem rettentő módon tetszett annak idején, hogy pont ez az, hogy bocsánat, hogy pont ez az, hogy ez a frissesség élménye, hogy ahogy te is mondtad, hogy nem az a tik-tik-tik-tik-tik, hanem volt egy kis egyedisége az egésznek, és azóta se nagyon hallottál ilyet szerintem. És az viszont nem hat gagyin. Igen. Tehát az a mai napig nem hat gagyin. Várj, adom a Viktor. A Rock Civilizationnak is volt a Technoboy remix, az is Undersound volt. Azt gagyi volt. Nem. Az gagyi volt. Tehát most mindentől függetlenül, hogy én nekem mi a véleményem a Headhuntersről, azért azt szerintem a Rock Civilizationhez ne nyúljon hozzá senki. Már is egy pillanat, és válaszolunk a kérdésekre is. Én úgy gondolom, hogy akkor jönnek ilyen jó kis dolgok létre, amikor valaki, ugye egy ideig megy ugye minden a saját kis medrében, akkor megáll valahogy a dolog, már nem lehet abban fejlődni, és akkor valaki, például jön egy tök új ember mondjuk, kitalálja, hogy ő most szeretne, nehogy, ugye korlátozva van a lehetőség általában az újaknak, hogy nem egyből ő fog a legnagyobb isten lenni, mert valószínűsítőleg most nem lesz olyan, aki most valaki eltett már 10 év a stílusban, hogy valaki olyat csináljon, ami mondjuk 100%-ban más. Ergo nem fog tudni kiszólni a többi közül, mert most egyre jobb, ahogy fejlődik a stílus, egyre több az elérhető content, mindenhez után lehet nézni, ugye meg lehet tanulni, bele lehet jönni, egy kis tehetséged megvan, akkor ma összeadod, lesz egy olyan zenét, hogyha szerencsés vagy, meg ügyes vagy, mint mondjuk egy A-listásnak. De az még mindig kevés, úgyhogy nekem muszáj valahogy kiszólnod a többi közül, mert már annyi a producer, régen még ugye könnyebb volt, mert szerencséd volt, mert kevesebb volt, aki ezzel foglalkozott, kisebb volt a stílus, kisebb volt a vonzó közönség, most már ugye, ahogy terjed az egész, ugye egyre nehezebb kiszólni, mert már egyre több ember hallja, több ember foglalkozik, több ember szereti, akkor több ember akar ilyet csinálni, ergo több lesz, aki ezzel foglalkozik, akkor úgymond neked valamihez nyúlni kell, hogy kiszóljak többi közül. És akkor ilyenkor jönnek, hogy mit tudnék csinálni, ami eddig még nem volt. Nyilván akkor jön ez a kérdés, és akkor alakulnak ilyenek esetlegesen, hogy valaki kitalálja, hogy akkor most ilyet kéne csinálni, ami ez, mert még ez nem volt, és hogyha valaki ezt jól megcsinálja, akkor ez tud működni. Nyilván az a helyzet ezzel, hogy ez most hosszú távon azért nem megy, mert nyilván azért vannak a stílusok, mert azért vannak határok, de amint mondjuk egy DJ, vagy mit tudom én, egy előadó, akit játssza ezeket a zenéket, azok szerintem jó tud lenni, meg van is helye, hogy mit tudom én, egy órában egy ilyet berakunk, vagy kettőt, nem tudom. De nyilván ezt nem hosszú távon, tehát nem erről fog szólni a szett, hanem egy-kettőt, úgymond megtörve azt a monotonitást, hogy mindig ugyanaz szól. Nyilván erre ott van a rafforik, meg felépíteni a szettet, szóval, hogy ennek van. Ezeknek mindig lesz létjogosultság. A kérdés, hogy mennyire fog ez most mainstream lenni, úgymond a mindennapi életben a hallgatóknál, ez már más kérdés. Viszont ugye maga az Undersound, azt szerintem az fricska volt ugye a Gigi D'Agostino féle lentó-violentó próbálkozásokra, mert ugye az Gigi D'Agostino ugye próbálkozott ezekkel a 90 BPM-es hardstyle dobos zsengékkel, amik ugye borzasztóak voltak, de szerintem borzasztóak voltak. És egyetértünk az Ádámmal, Ádám szerint nem volt zsenge, szerintem az volt, és ugye jött ugye az első zene volt az Undersound, a Technoboy and Ruffian, és őt az elején is emlegették, hogy Cold Lento, tudod, és akkor kitaláltak, hogy legyen, akkor nem az Undersound, és tudja, ez ami fricskaszerűség akart lenni szerintem, tőlük Gigi D'Agostino felé, szerintem. Na most beszéltünk itt már a holland elektronikus zenéről elég sokat, és a Viktornak ezt az előbbi monológiát még egyszer vissza fogom ebbe fejteni egy picit, hogy holland elektronikus zene az teljesen más, és van az olasz széna, ahol rettenetesen tisztelik egymást az előadók műfajtól függetlenül. Tehát ott a Technoboy az hiába, vagy a mit tudom én, az Atox az hiába egy hardstyle előadó, rettenetesen tisztelik az Eiffel 65-ot, a Mauro Picottótól kezdve, ezt mindig mondják is mindenhol, hogy hát az olasz az jó, az jó, az olasz az jó.
És a Gigi Di Agostino az meg Olaszországban egyenesen az Atya Úristennek számított, nem tudom, hogy most hogy van, vagy van-e még rádióműsora neki. Rádióműsora nincs, de most volt neki valami új megjelenése. Nyilván már egyáltalán nem tükrözi azt a régi vonalat. Nyilván nem is biztos, hogy rádióban az a fajta vonal, amit mondjuk 20 éve nyomott, az megállná a helyét. Tehát már most egy sokkal könnyedebb, rádióbarátabb zenéket csinál. Nem tudom, segítsetek, hogy mi a címe, írjál. Nem, mert a Lento Violento az nem volt egy olyan könnyed dolog. Tehát az nem volt egy könnyed dolog. Igen, mediterrán progresszív. Jézus, atya, ez a mediterrán progresszív, ez olyan, mint a Killer Goa. Tehát, hogyha ez meg lehet ölni engem ilyen műfaj struktúrákkal, akkor a Killer Goa, és ez az közéjük tartozik. Most már annak is új neve van, ez nagyon gyors, ilyen nagyon kitolt goáknak, most Massem High-tech a neve? Nagyon kitolt, nagyon gyors, ilyen nagyon magasra kitolt hangú goáknak most valami High-tech, vagy mi a neve, ha jól tudom, de most nem vagyok benne biztos. És a Viktornak az előbbi monológiára amúgy visszatérve, tehát igen, fiatal kezdőproducerként amúgy nagyon nehéz dolga van most a fiataloknak. Tehát anno, amikor mi ezt elkezdtük csinálni, akkor még nem igazán volt se YouTube, nem igazán volt, azt se tudtuk mi az, hogy tutoriál, nehogy már megnézzük a neten, hogy kell csinálni. Tehát egészen csináld magad dolog volt az egész, ahogy mi ezt elkezdtük. Nem nagyon tudtuk mi azt, hogy most hogyan kell ennek normálisan nekifogni. Most meg felmész a netre, másfél óra alatt letorrentezel gyakorlatilag mindent, és tutoriálok alapján egész korrekt kis nótákat tudsz összerakni. Ha meg egy picit gyakorolsz is, meg tudod, hogy neked ez nem elég, akkor a saját kreativitásod alapján viszonylag gyorsan nagyon korrekt nótákat lehet összerakni. Lásd erre Ékes példának a Drill Tracks-et, a Prospects-et, meg az összes... Most már fel tudom hozni a Dutch Masterworks-et is, ahol mi is kiadtunk egy évvel ezelőtt, mert az is akkorát ugrott minőségbe, hogy nem torrentezünk, de minket például már azt mondták, hogy szól is rácok, nagyon rendben van a zene, de most vannak jobbak. És az Equalizer-es kollabunkat az csípőből elutasították. Ruzsinszi Gábornak mondom, hogy kérdez itt a GPF-et, YouTube Hungarian Hardstyle csatornáján keresd meg a múlt heti adásunkat, Hungarian Talk Show Podcast epizód 1, ott beszélünk róla, nem szeretnék még egyszer, szóval ajánlom azt figyelmedbe. Közben a Gábortól érkezett még egy kérdés, hogy mi az, ami még nem volt vonal, egyik agyszüleménye a GPF, ami valahol zseniális, ja, hogy ez az volt, a GPF? Hát de volt már, ezt a múlt héten is, ezt a múlt héten meg, abszolút. Én azt akkor is vallom, gyerekek, hogyha most nincs ez a vírushelyzet, akkor az már egy kifutó dolog lenne. Ne is beszéljünk róla, múlt héten kiveséztük. Jó. Meg vissza tudják nézni az előző adásunkban a GPF témát, fönn van YouTube-on. Hungarian Hardstyle YouTube csatornán vissza tudjátok nézni, amilyen velemegyünk a GPF-ről. Múlt hétről föl van rakva. Te vagy már egy YouTube csatorna. Na, egész jól halad a nézettségünk, köszönjük szépen. Osszátok meg, légy szíves, a linket mindenkinek, hogy minél több emberhez el tudja jutni a kontent. Igyekszünk hétről hétre értékelhetőbb kontentet produkálni, és normális műsor struktúrával érkezni. Lehetséges, hogy most már a következő hétre egy ilyen Looney Tunes-as intrót is csinálunk magunknak, hogyha... menjünk el egy 5 perc szünetre szerintem, aztán folytassuk. Hallgatunk valami no copyright zenét addig. Valami nuklírt, igen. Vagy egy szabrit, ja, várjunk, az nincs. De az a nuklír lesz, amit végül nem adtak ki, mert nem volt elég jó? Igen, de egyébként, de igen, erről beszélünk, viszont az április 2-án egyébként érkezik a Hard Music Recordsnál. Tehát le is játsszuk. Jó? Április 16. Szerintem április 2, de mindjárt megnézem neked, addig beszélj. Április 16-án fog érkezni, ebbe egészen biztos vagyok. Hát azt azért beszéltek meg, hogy mikor jön. Én nem tudom, én április 16-ra emlékszem, az IMI intézi nálunk a marketinget, meg az ilyen ügyes-bajos e-mailezős dolgokat, úgyhogy én ezzel abszolút nem vagyok képbe. A borítót azt már láttam, az zseniális, tehát én azt már betettem magamnak otthon PC-re, háttérnek, meg telefonra is, csak... Hát ugye megbeszéltük, hogy mi a problémák vannak vele, de ezt majd ti is látni fogjátok pár napon belül. És... Ha mindjárt kiderül, hogy mi a helyzet. Jó, fel vagytok készülve.
Abszolút, abszolút azt se tudjuk, hogy mikor jelenik meg a saját zenénk. Na mindegy, ezt majd lehet, hogy a következő blogban megbeszéljük. 5 perc szünet, ehhez kell kideríteni. Igen. Mondom én, hogy 16-a. A 16? 15? Április 15? Akkor ez megváltozott, mert amikor utoljára én néztem, akkor még április 2 volt. Hát ez akkora megjelenés, hogy ezt csúsztatni kell, öcsém. Ez nem úgy van, hogy csak kitoljuk. 15. Na, na, akkor jó. Na, tartunk egy 5 perc szünetet. Gyerekek, légy szíves, osszátok meg a Hungarian Hardstyle linkjét mindenhol, hogy többen visszatérjenek hozzánk a reklámszünet után. Addig elmegyünk egy gyors mosópor, öblítő, meg mindenféle... Ja. Reni Antacidum reklámra. Aztán megérkezett közben a Matyi is, hogy... A spuntekről esetleg pár szó, majd ha visszajövünk, így van, a spuntekes kérdéssel fogjuk folytatni. We'll be right back.
Senses. Há, visszatértünk. Patrickkel ellátogattunk a büfébe, lenyomtunk egy szalámi szendót. Meg 10 fekvő támaszt. Így van, gyors. Na, hát reméljük, hogy továbbra is velünk maradtok. Folytatjuk a témázást, és ha jól emlékszem, akkor a Csordás Matyi kérdezett minket. A spuntekről. Na, hát azért ez egy egészen industriális vonal. Szerintem nem véletlenül nem fedi le azért még mindig a mainstream kategóriát, tehát ez egy nagyon-nagyon kísérletező zene. Igen, meg egy úgy látom, hogy ez egy nagyon-nagyon szűk rétegnek a nem is azt, hát hogy fogalmazzak, a szűk rétegnek a kedvencei tartoznak igazán ide, tehát ahogy mondod, nem igazán fedi le a mainstreamet, nyilván azért, mert azért nem annyira könnyen befogadható az átlag ember számára szerintem, de én így ezekben az extra róban nem vagyok annyira otthon, szerintem ebbe te sokkal hitelesebben tudsz beszélni, mint én. Hát, ha úgy nézzük a dolgokat, akkor nem egy új keletű dolog ez a spuntek, tehát már elég régóta ott vannak a szeren, és azért kaptak már sok nyári fesztiválon saját színpadot, meg ahogy a Harder State-en is olvastam, hogy készülnek már szeptemberre 2 Spectrum of Spuntek bulival is. Biztosan van ennek közönsége, és biztos, hogy nagyon élvezhető dolog. Most pont a C-frontot kéne kiemelni, itt nem tudom, hogy nézem minket a C-front. Ő nagyon kedveli őket, tudom. Rövid távon élvezhető, de eléggé le kell menni minimálba ahhoz, hogy az egy élvezhető és hallgatható dolog legyen. Nekem egymás után 2-3 track bőven elég belőle. Bőven. Jaj, felakadtunk itt az asztalba. Tehát azt írják, hogy ott inkább gétet kikhez zenéket adnak ki. Egyébként nagyon érdekes, mert már most a mainstream vonalba is bekerülnek ezek a gétit kikek. Tehát szerintem inkább visszakerültek. Ha visszamegyünk 2005-2004 környékére, de inkább beszélünk 2005-ről, hiszen az egy elég meghatározó év volt, és
amiről beszéltünk is a Raw 4-kal kapcsolatban, hogy ugye az nem egy hivatalosan bejegyzett műfaj. De akkor tehát kezdték el a dallamokat ötvözgetni ezekkel a pitch-el dobokkal, akkor azt a rajongó közönség elnevezte New Style-nak. És azt se lehetett mondani, hogy most az is ugyanúgy hardstyle volt, meg ugyanebben a műfajba tartozott, csak ráfogták, hogy na most akkor itt most egész komoly dallamok vannak, pitchelődnek a gated kickek, és akkor ez most New Style. Hát a maga a gated kick után én talán ezeket a tech kickeket emelném ki. Azok, én nagyon szeretem őket. Tehát amit a D-blockék csinálnak például ezzel a tech kickekkel, bármelyik szerintem az újabb, legutóbbi Ghost Stories-ok közül, ez zseniálisak. És ez is egy olyan dolog, mint ami a dubstep volt, hogy, vagy éppen a dubstep, hogy egy tök jó kis részletet bele lehet építeni, és feldobja az egészet, és egy tök más irányba viszi el, nem azt a klasszik, megszokott, monoton módon viszi a zenét, mint ezelőtt, és egy kis újdonságot tényleg csempész az egészbe, tehát. De hát pont ezt beszéltük, hogy ezért csodálatos ez az egész műfaj, hogy egész sok minden beleépíthető. Én szerintem ez a tech-kick sem különbözik annyira sound design-tól, mint mondjuk egy gated kick. Jó, nyilván más a tweak, meg nyilván más az EQ-nál, amire jobban kijön ez az egész, de nem, abszolút nem rossz vonal, és szerintem sokkal régóta működőképes dolog, mint például a gated kick, amit nem régen hoztak vissza az új vonalas sound design-ok körébe. Közben azért megkérdezem itt a többieket, hogy akkor most ketten fogjuk-e folytatni a talk show-t, vagy megérkeznek. Ó, jaj. Viktor még kint van, még ő nyomja a szalámi szendót a büfébe, közben jönnek vissza szépen a hallgatók, köszönjük szépen nektek. Itt van velünk Mag Gábor is, szevasz. Nagy Dominik is írta nekünk a Reni Antacidum reklámot, hogy mennyire óriási poén volt. Na, hát folytatjuk tovább. És te hogy látod? Tehát, hogy most már oké, beszéltünk itt a gated kickről, beszéltünk itt a tech kickekről, hogy mi az, ami úgymond beleépíthető még ebbe? Tehát milyen irányba lehet még ezt az egészet elvinni? Mi lehet az a plusz? Ugye benne voltak régen ezek a happy hardcore-os elemek egy kicsit. Most akkor, hogy ez a mid-intro kicket. Micsonát? Egy dolog kimaradt. Figyelünk. Psytrance-es rész. Na, tényleg, a Psytrance. Tehát mi az, amit még bele lehet ebbe építeni? Tehát most egy pár éve nagyon fölkapott lett a trap vonal. Nem a hardstyle-ba, úgy összességében. Hardstyle-ba is megy. Hardstyle-ba is, bocsánat. Akkor ezek nekem kimaradtak. Tehát külső stílusokat mennyire lehet még beleépíteni? Vagy az úgy lesz, hogy most jön megint egy divatos stílus, és akkor az abból létező elemeket, ilyen signature soundokat beleépítik, és akkor azt mondják, hogy na most ez király lesz, ezt toljuk megint egy évig, és akkor utána kihal. Hát most ez attól függ, hogy tudnak-e felfedezni új műfajokat. Az Audiofrack-kel beszélgettem erről tavaly februárban, amikor éppen a ligetes bulira szállítottuk, és a hotelben voltunk éppen úton, és nagyon egyszerű választ adott erre, hasonló volt a témakör, amit most is beszélgetünk, hogy valaki úgyis fel fogja találni a spanyol viaszt. Pont a Sub-Zero Projectről volt szó, hogy azért ők mekkora game change-et csináltak, és valaki biztos, hogy fel fogja találni. Nyilvánvalóan nem mi leszünk azok, de valaki fel fogja találni, és ezzel tovább fog működni a dolog. Viszont nagyon életszerű, és nagyon fejlődőképes a cumó. A Psytrance vonal az működik még, amúgy. Tehát, hogy készülnek még ilyen stílusú hardstyle trackek, amiben megy még ez a goás. Hát, tehát maga a mid intróba bepakolnak egy-egy ilyen szájos elemeket, tehát ugye ezt a klasszik, hogy fogom, hát igen, ezt a szájos mid intró kerülve, ez a tehát ez... Én nekem az már annyira egyé vált ezzel a műfajjal, hogy én már azt már nem is mondom azt, hogy az már goa vagy psy vagy... De most erre is rá lehet fogni, hogy akkor ez most psy style? Tehát akkor ugyanúgy, ahogy a dubstep... Na jó, én mindjárt kiugrok az ablakon, gyerek. Tehát ezt is föl lehet ugyanúgy, mint a dubstepnál annak idején tenni ezt a kérdést. Ahogy most Imi mondja, hogy van ilyen, tehát nem én... Hát volt egy ilyen tone-shifters nóta, nem? Igen. Psy-style zenéje, a technoboyéknak is volt. Psy-style zenéje. Meg spy-time zenéje. Hogy lehet ilyen hülye néve? Psy-style. Hogy lehet? A psy-style, leszarom. Magyarok vagyunk.
Zseniális. Na, közben visszatértek, úgy látom a hallgatók, köszönjük nektek. Szabó András kérdezi, hogy még régen voltak ezek a lassított részekkel tűzdelt zenék, például Headhuntersnek a Spaceman, ami ugye a Hardwellnek a Spaceman remixe volt. Hát ez volt az a Lentó. Így van. Igen. Az nem Lentó volt, csak azt egy kicsit így szerintem egy jó pár BPM-mel visszalassították magát a kiállás, utána a drop az én úgy emlékszem, hogy az teljes, tehát a 150-en ment végig. Ja, hogy ez most az a vonal, amit az Audio Tricks is csinált abban a Fucking White Track-jébe, ami elindult 128 BPM-ről, és felment 150-ig? De vehetjük, ugye van az a gitáros zenéjük, mi a címe? A Audio Tricks-nek. A Shame. Shame, de az is hasonló. Na, tehát egész sok dolgot meg lehet itt lovagolni. Vagy emlékeztetek rá, volt a Headhuntersnek volt a D-Blockék, talán a Music Made Me Addicts Remix, abban volt egy kicsit ilyen, ez a Dutch House, vagy minek mondják? Dirty Dutch House. Igen, az Afrojacknek a stílusjegyét próbálta beleépíteni a remixbe, és az is egy ilyen tök érdekes, szerintem kezdeményezés volt, hogy nyissunk más irányba is, és akkor tegyünk bele más stílusokból betéteket, és az egy tök jó helyén álló volt szerintem. Mennyire retek stílus volt ez a Dirty Dutch House, gyerekek? Tehát nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy az is egy ilyen tisza világ életű dolog volt, mert annál vinyogósabb műfajt nem is nagyon tudok felhozni a mentségünkre. Ja, bocsánat, közben Farkas Bert kérdezi az Undersoundot. Tehát ugye itt mert kivesész... Nekem nem frissítenek a kérdések. Hát igen, mert csatlakozz fel a wifi-ra, lehet könnyebb, hogy... Tehát ugye a Farkas Berci kérdezi itt az Undersoundot, hogy valaki. Igen, ezt ugye kitárgyaltuk az előbb, hogy az egy tök jó kezdeményezés volt, és kár is, hogy eltűnt szerintem, mert amúgy simán lenne helye a mai világban még ennek. Tehát egy tök jó irányba el lehetett volna vinni, ugyanúgy, mint az Euphoric, egy Raw Style, vagy egy Undersoundos házt, egy Undersoundos vonalat. Understylos, igen. Azt mondja, hogy Szabó András írta nekünk, ha már gitár, akkor That Week az Break the Spell, mesteri még mindig. Na most itt azért, persze, nagyon jó a zenel, Viktor is bólogat bőszen, tényleg nagyon jó a zenel, de azért itt meg kell említeni, hogy azért ezek nem rendes gitárral felvett akkordok, hanem ez mind mesterségesen VST által generált dolgok, tehát abba a szögegyenes akkordba, amiben ennek szólnia kell, abba jól fognak szólni, mert nyilván arra vannak generálva. Arra viszont kíváncsi lennék például, hogy egy élő hangszeres nóta, tehát egy teljes élő hangszeres nóta, hogy szólna például ilyen sound designban. Most mondja Viktor a Shame-det, de ha belegondolsz, Frontlinernek a Symbols, most azt nem vagyok egészen biztos benne, hogy az VST-ből volt a hegedű benne. Szerintem az egy feljátszott hegedű volt, és én nagyon szerettem azt a betétet benne, sőt, én nagyon szeretem ezeket a fajta zenéket, teljesen függetlenül a hardstyle-től. Annak idején volt egy ilyen Big Room szám, a Flute, de nem tudom már ki volt az előadó. Nem tudom, erre már nem emlékszem, csak arra emlékszem, hogy nem. Tudja, egy Big Room szám volt, és akkor Flute volt a cím, és egy ilyen kis furujázós zene volt, de nagyon... De én például nagyon szeretem az ilyen... akusztikus hang, nem W&W, tehát ezeket az akusztikus hangszereket én nagyon szeretem az elektronikus zenében. Tehát ez egy szerintem tök jó dolog, hogy így keverik, meg így... Ahogy, még egyszer? Most valahogy beugrott nekem az a Flu, de adom is Viktornak a hozzászólni valót. Most elmondom. Az, ugye mondja Petrik, hogy szereti az ilyeneket, az akusztikus dolgokat az ilyen zenékbe. Na most ő azért szereti, meg ugye az a hátránya, most mondta az Ádám azt a VST-s dolgot, megvan a VST-knek a hátránya is, meg az előnye is. A hátránya nyilván, hogy nyilván nem olyan lesz, mint egy élő előadott hangsáv, mert az élő zenének az a lényege, hogy azt nem lehet ugye úgymond időzelve megismételni. Meg ugye ott, ugye, mivel egy ember csinálja, nem szögletes lesz ugye az a zene, ami készül, vagy éppen lejátszódik, hanem az mindig az aktuális, úgymond, érzelmeket átviszi ugye a hangba. És ugye ezért is tetszik, úgymond, az embereknek is, mert nem feltétlenül egy kicsit kiszakad a hangzás abból a szögegyenes 4x4-es hangzásvilágból ezáltal,
hogy vannak benne plusz ilyen érzelmek, hogy úgymond a mit tudom én, egy gitár szólóval lehet úgymond folyamatos változást, meg különbségeket belevinni a zenébe, és ugye ez tetszik az embereknek, az épp az akusztikus zenének a lényege is, hogy ez élő. Tehát a pontatlanságok nem mindig rossz a pontatlan, mert vannak előnyei is, mert hogy az ember az ilyen a mindennapi világban is, amit körülvesz minket hangok, azok ugye nem megtervezett dolgok, hanem az ember ehhez van hozzászokva, és ugye amikor a zene megszólal, azt, akkor is ugyanazt szereti. Úgyhogy ez benne a pláne, azért is szeretjük úgymond az ilyen eltéréseket. Na és akkor most fordítsuk meg a kérdést. Mi van akkor, hogyha mainstream zenébe kerül bele hardstyle betét? Tehát azért ezt nagyon sok helyen látjuk, Kashmir nagyon sokat használja, akkor Dimitri Vegaséknél láttam már. Ezek az állistásoknál nagyon sokszor hallom. Akár ugye múlt héten kibeszéltük Timmy Trumpetet. Tehát azért, igen, azt látom. Tehát, hogy azért nagyon sok helyre belekerülnek így a hardstyle betétek. Hogy ezeknek mi a létjogosultsága, mennyire, tehát hardstyle-os szemmel, ti hogy látjátok, mennyire helyén valóak ezek, mennyire minőségi kontent ez? Hát, hogyha most egy 10 évvel ezelőtt lennék én korban, akkor azt mondanám rá, hogy ezek teljesen meggyógyíthatatlan mérgek, és hogy azonnal tűnjenek el a pokol legalsóbb ugyraiba, mert így van. Viszont sajnos eljutottunk arra a pontra, hogy ezeket el kell fogadni, és nem tudunk vele mit kezdeni. Nagyon sokan vannak az EDM szénából úgy kisebb, nagyobb előadók, de most itt majd egy kicsit fogok kiemelni, aki totálisan megkerülve az egészet, bejutott majdnem, hogy az A-listába. A Luca Testa. A Luca Testa az nagyon jól meglovagolt ezt az egészet, mert ő úgy csinált, hogy csinálgatta a zenét, mindenhol is adott ki. Tehát én nem tudok olyan kiadót most már mondani, ahol nem láttam volna egy Luca Testa megjelenést, így még a Szigeten is játszott valamelyik évben. Persze, nyugodtan szóljak bele, persze, ahogy szoktuk. Nyugodtan vedd el a mikrofont. Ahogy szoktuk, persze, nyugodtan. Tehát Luca Testában az az érdekes, hogy ő meg azért úgymond a hardstyle-os világban, tehát a hardstyle-os felfogású embereknél nincs benne annyira a köztudatban, mint mondjuk egy Brennan Hart. Hiába van neki a Revealednél 97 millió megjelenése hardstyle-ként. Tehát ő, ennek ez a hátránya, hogy ő teljesen megkerült az egész szénát, hogy nem lett a szénában annyira ismert. Tehát szerintem ez előnye és hátránya is, hiszen mondott, hogy akár a Szigeten, vagy mondta, Soundot? Nem, Szigeten. Szigeten játszott. Tehát egy tök érdekes dolog. Most lesz egy kérdésem mindenkihez, hogy ha már beszélünk itt a mainstream, meg ilyen előadókról, meg hogy abban megjelenik a zene, szeretnétek, vagy szeretnénk azt, ha a hardstyle úgymond mainstream lenne? Hogy az jót tenne? Hát én nem mondanám. Nem. Én nem mondanám annak. Nem, de nem. Jó, igen. Akkor mondjuk azt, hogy a Petőfi Rádión, vagy a Rádió 1-en ez szóljon. Akkor lesz mondjuk mainstream. Így értem, vagy szeretnénk? Szeretnénk? Én szeretném. Jó, és te szerint, én csak kérdezem, hogy ez minőségbeli lomlást eredményezne a stílusra? Szerintem ez nem feltétlenül lenne jó. De miért? De miért okozna minőségbeli romlást, mikor a stílust mi alakítjuk itthon, nem? Az, hogy most, nem, mert most az, hogy egy mainstream előadó előrukkol egy hardstyle zenével, láttuk mi az eredménye, hogy hozzuk fel például a damaikait. Senki! Szóval konkrétan ez egy megosztó történet lett, én most nem szeretnék már semmi rosszat mondani, mert meg lett beszélve a történet, de... Szerintem ezután a stream után is le leszünk fejezve. Szóval akárhogy nézem, az nem volt akkor se hardstyle, és ezen nagyon sokan így voltak, akik meghallgatták. Nagyon-nagyon kapta a savat az a remix, szóval... itthon még mindig szerintem ez a house, meg ez a... Esznek a kutyák techno stílus megy, és... És rohadtul, és nagyon nem lesz szerintem ez a hardstyle itthon annyira mainstream, hogy egyáltalán bármi nagyobb előadó úgy gondolkodjon, hogy már pedig ő belevág. Ez megint másrészt, hogy ugye a Spigi Boy-jal mi azért mostanában kooperálgatunk, és lesznek azért remixek. Ez egy dolog, de azt is mit csináljuk, és nem pedig Jóska Pista, aki 2 hete ezelőtt még a kolonitában nyomta a umci, 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 umcit. Szóval
szerintem ameddig mi nekünk van ebbe beleszólásunk, és ameddig minket elhívnak akár egy World is Mine-ra, vagy akárhova máshova zenélni, addig nekünk van erre rálátásunk és beleszólásunk, hogy a stílus ne menjen el gagyiba. Én ezt egyébként úgy értettem, hogy világszinten, tehát nem Magyarországra gondoltam, hanem világszinten, hogy akkor nem house lesz az alap, meg az umciumci, hanem a hardstyle. Az jó lesz, az jó lesz az nekünk? Nem tartom valószínűleg, hogy az mindenkinek jó lenne. Mármint a stílusra vonatkozom. De csak úgy, várjál, csak ugye te rádió egyet, meg nem tudom milyen rádiót emlegeti, magyar rádiót, azért reagáltam rá így. De egyébként szerintem az, hogy esetleg a rádióban elkezdik tolni, mint mainstream történetet ezt a dolgot, ki fog alakulni kész széna, lesz egy mainstream, amit ugye az átlagparasztok hallgatnak majd, és akkor veri a mellét, hogy a hardstyle-os, most tudja, miről van szó, hogy hallott egy Brennan Hartról, meg egy Headhunters-ről, kutyát nem érdekel, és mindig lesz ott a másik fele a sztorinak, akik az underground része, így, akik, nem is tudom, a kemény magot, ugye, akik ezeket a nem túl mainstream dolgokat hallgatják, ez mai napig megvan egyébként, ha megnézzük. Ez mai napig megvan ez a sztori, mai napig, mert ugye még egy átlag hallgató az a Headhunters, meg a Brennan Hartot, meg a That Week Us-t ismeri, és azt mondom, Disturb, ez mi? Szóval ez mai napig megvan, csak akkor mondjuk az annyiban, hogy nagyba lesz, és akkor az lesz az, hogy lehet majd választani, hogy valakit jobban fog érdekelni a sálalálalá, jaj, de izé, fú, mindjárt elsírom magam, olyan hardstyle-os vagyok, vagy a másik az a basszájba hardstyle-t hallgatok stílus. Lehet majd választani, ki mit szeretne hallgatni. Lehet majd választani. Viszont többen lesznek a bulikban, akár itthon is, jobb előadókat el fogunk tudni hívni, mert ugyanis nem azért nem hívunk el mi egy tököm tudja, Disturbet, vagy akár egy vagy egy Tweakász Magyarországra, mert nem akarunk, hanem azért, mert nem éri meg. Mert nem biztos, hogy az visszahozná a befektetést. Adam? Hát ez meg... Igen, lehet, hogy előbb odaadom Patricknek, mert most nagyon sok mindent át kell gondoljak ehhez. De mert lassan el is felejtem, olyan monológokat mondatok, hogy mit akarnék hozzászólni. Ugye Viktornak és volt... És nem tudtuk, hogy akarjuk és... elkezdeni a mai adást. Igen, kicsit így azt vártuk, hogy így kicsit a közönség is, meg a nézők is beleszóljanak. A Viktornak volt a felvetés egy 25 perccel ezelőtt, hogy... Lóléptékben vagyunk, igen. Hogy mit szólnánk hozzá, hogyha mainstream lenne. Én saját véleményem szerint én azt mondom, hogy én nem örülnék neki. Tehát én nagyon szeretem a hardstyle-ban azt, hogy ugyanazt a 100 embert látom, de ugyanaz a 100 ember az mindig le fog jönni neked bulira. Nem unod még a pofánkat, mi? Hát a tieteket már eléggé egy kis... Várj, pic, és utána most még reflektálni akarok, amit te mondtál arra, hogy ez Jóska Pista, tudom én, hardstyle-t csinál, csak az elég hülye jönne ki, hogy itt vagytok ti, akik 10 éve hardstyle-t csináltak, és akkor Jóska Pista, ahogy mondtad, letorrentez egy FL stúdiót... Mi történik itt a háttér? Letorrentez egy FL stúdiót, egy, mit tudom én, frontliner kickbackből összerak valamit, és sokkal nagyobb elismerést. Egy-két hazai mainstream előadó csinálta mostanság. És most szándékosan nem mondok neveket ezzel kapcsolatban, de ugye, aki próbálkozik a mi műfajunkkal, az ezt csinálja. Igen, ezt akartam mondani, hogy azért az egy elég fura helyzet lenne, vagy furán venné ki magát, hogy aki tényleg belerakja az időt, az energiát, és akkor jön egy Jóska Pista, ahogy Imi mondta, és ő letorrentezi egy FL stúdiót, telenyomja a frontliner-es szemplőkkel, és kiadja, és sokkal felkapottabb lesz, mint a szerelem doktor, érted? És akkor ez egy nagyon nagy... Pedig aztán milyen jó az, érted? Tehát legnézettebb, ugye azt mondtad. Na és akkor ugye te is azt mondanád, hogy hát rohadjon meg. Mert ez nem az igazi hardstyle, mert ez, bocsánat, ez egy ilyen commerce hardstyle. Ez egy... Micsoda? Mondjuk Patricknek könnyű volt, amikor 3 évet voltál először a pofáját szórakozó. Nyilván nem. Nem, igen. Tehát vannak már azok az emberek, akiket már egy kicsit un az ember, de még mindig jó új arcokat látni. Kérdezi Szabó András, hogy hányan jártak le HS bulikra. Hát amikor kezdtük, mennyien voltunk bulikon? 20-an? Igen. Amúgy vicces, mert az első, legelső hardstyle bulin, ami ugye hardkorosokkal közösen volt, Nargosok, ott volt Nesti, ott volt Hello,
ott volt XT Noise, akkor még a régi nargosok, te még nem voltál ott azon. De ott voltam a VIP listán DJ Isaac-ként. Ja, az lehet. Ja, a legelsőn, amikor a Label Launch Party volt? Ugye amikor úgy jelentett Label Launch, amiből mai napig nem, amiből ugye mai napig nem lett semmi. Viktort azért gyorsan megkérdezem, hogy hozna be sört a hűtőből. Ja, itt van, semmi, megvan, köszi. Na hát, na mindegy, szóval azon, már, azon, szóval azon voltak 300-an, utána a következőn már csak, azóta a következőn már csak 50-en. Utána jó sokáig 20-30-an jártak a bulikra, és amikor már jött ez az audioreaktoros Skyvex-es időszak, akkor ugye mentek a meeting bulik, akkor azért általában a beállt a meeting az egy ilyen pár száz fős közönség, voltak 500-an is, nem? 5-600-an, igen, de az ugye vegyes volt, ott ment Hands Up, ott ment Happy Hardcore is, szimplán csak pure hardstyle bulikon egy általában jó ideig 80-100-an voltak. És igazából, akkor kitaláltam ezt a Hardstyle Revolution nevet, mert nekem megfordult így a fejembe egy ilyen hülye fogaskerék, ami azt próbálta így prezentálni, hogy ugyan már gyerekek, hát miért nem jönnek el a bulikra? Most az, hogy hardbase, szenzorbase, vagy akármilyen base a buli neve, most ezt honnan tudja az ember, hogy az hardstyle? Írjuk bele a névbe, hogy hardstyle. Na egyből az első bulin voltunk 170-en, én meg így néztem ki, mint majom a kulcsukon, hogy mi a fasz van. És utána egyre többen lettünk, 250, a legtöbb bulin összem az emberben 350 ember volt, és általában ezt a 250-300-as dolgot tartottuk egészen a Covidig. Ugye tavaly, mikor nyitottunk, akkor azért szerintem mindenképpen benne volt a para, akkor általában csak ilyen 150-en voltunk. Remélhetőleg, amikor visszatérünk, azért megint leszünk egy olyan 200-300-an. Szóval remélem elég bőven sikerült válaszolnom a kérdésedre, kedves András. Mi volt a kérdés akkor most konkrétan? Na, robunk tovább, hölgyeim és uraim, reméljük, hogy elfogadható a Beta 2.0 adásunknak a mai felhozatala. Egész magasan ugrál a nézettségünk, nem tudom, hogy ez minek köszönhető. De hát szerintem meg unalmasak vagyunk, főleg. Ezzel akkor általában csökjön. Hogy Viktor csak inni jár ide, hogy csak biodíszletnek van itt. Írták is, hogy mondjuk a Patricknek könnyű, mert 3 éve tolta először le a pofáját szórakozó helyre, és ezért, igen, ezért nem unt még meg minket. Én erről azt gondolom, hogy ez elkerülhetetlen. Tehát előbb-utóbb el fogunk jutni arra a szintre, most megint nem saját magammal akarok példálózni, mert aki itt van körülöttem, meg egy-két hallgató is nagyon-nagyon jól tudja, hogy azért voltak itt nekem speciál, meg Imrének is, mi azért járkáltunk külföldre, jó, az nem ide tartozik, de voltak akvárium nagy színpados fellépéseink, én nekem megadatott a lehetőség, hogy a szkúter előtt játszak ilyen zenét a Budapest Park nagy színpadán, akkor mainstream zenékből csináltunk remixeket, most is egy mainstream régi klasszikusból csináltam neked remixet, ami ugye hamaros csináltunk együtt. Opa, igen. Opa, bocs. És... Na, abszolút. Ádám nagyobb Jedi, mint én, szóval ő csinálja az oroszlán... A munka oroszlán része, de nyilván együtt dolgozunk rajta. Ez elkerülhetetlen. Nyilván azt nem gondolom, tehát hogy ennek akkora média értéke lenne, hogy itt ez rádiós szintű legyen, akár itt Kelet-Európában, de még Németország, Ausztriát se tudnám felhozni, hogy ott ezek annyira mennének, annyira mainstream vonalba, hogy te beülsz az autóba hajnalba, bekapcsolod a rádiót, és a George Michael után kapsz egy White Stice az agyadba, tehát adom a Viktort közben. Ja, adom én is a Viktort, viszont visszagondolunk egy kicsit, hogy Hollandiában ez 15 éve megy ez a műfaj, és ott azért mondhatjuk azt, hogy eléggé beépült így a kultúrába ez a hardstyle, meg a hardcore dolog ugye már az elmúlt, hát 90-es évek óta ugye. Mégsem halljátok ott a rádióban ezt a műfajt, és nagyon egyszerű, hogy miért. Mert ez nem rádióbarát műfaj. A motherfucking, meg a nem tudom, meg a többi, meg ez a veletés nem rádió műfaj. A rádióba való, itthonról indulok ki a Majka, a Lotfi Begi, stb. Ezeket hallgatják, stb. Ácsi, mert itt azért készülnek olyan bensőséges témájú nyálas hardstyle zenék,
amik azért megugrották már bőven ezt a szintet, és ugye pont a hollandoknál volt erre példa, hogy bekerültek rádióba. Igen, ilyen Year of Summer, ilyesmi bekerült, így van. Pontosan, de én még ezeknél se érzem azt a szintet, hogy ezek újdonságot tudnának hatni esetleg bármelyik hazai elektronikus zeneileg teljesen aberrált és non-kompatibilis embernél. Jól tudom, itthon is a megboldogult Music FM-en azt hiszem a Brennan Hartnak a podcastjét lejátszották, azt hiszem néha-néha. Én erre csak saját magamat tudom felhozni mentségnek, mert amikor kiálltam a parkba, ott volt ugye a scooter előtt 13 ezer ember. Tőlem az volt a kérés, hogy vigyem oda a létező legslágeresebb hardstyle szettet, amit én el tudok képzelni. Oda mentem, és hát akkor mire gondol az ember? Természetesen első, jó, akkor szedjünk össze headhunters-t, meg ilyen énekelős feldolgozásokat. Oda mentem, feltettem az első zenét, és 13 ezer embernél azt láttam, hogy repülnek le a fejek, és nem értik, hogy mi van. Pedig ugye a scooter is ilyeneket tol. Abszolút. Abszolút. Én mondtam neked annól is, hogy én helyetben letoltam volna a scooter amiket a scooter feldolgozott, ugye, én azokat a zenéket. Én lettem volna akkor a paraszt. Nettó parasztság lett volna, de... Én lettem volna akkor a paraszt, hogy letoltam volna az összes olyan zenét, amit a scooter feldolgozott. Egyébként arra meg is mozdultak volna, de egyébként ebből nem szabad messze menő következtetést levonni, már csak azért sem, mert ott az emberek ott a scooterra mentek. Ott játszhatott volna bárki, álltak volna, mint a cövek, mert mindenki a scootert várta. Szóval igazából ez ilyen, hogy mondjam, ez a stílus fasizmus. Vagy nem is tudom, együttes fasizmus, vagy nem tudom, minek hívjam. Na Viktornak átadom, már nem. Viktor már elfelejtettem, mit akart mondani, mert túl sokat pofázunk. A monoli törpe viking, az így van. Igen, na akkor mégiscsak akar mondani valamit. Igazából csak annyit akartam mondani, hogyha mondjuk ez mainstream lenne, akkor az lesz a döntő pillanat, hogy az a helyzet a zenékkel, hogy ott a rádió eldönti azért, hogy mit fog lejátszolni. És ha a rádió dönt, hogy mi fog az adásba kerülni, akkor ő neki elég nagy hatalma van arra vonatkozóan, hogy mi lesz, mert nyilván emberek hallgatnak rádiót. Nyilván már nem tudom, biztos valamivel kevesebbet, mint régen, de hogy az emberek mennek, hallgatnak rádiót, autóba, asszol, ettől kezdve neked hatalmad van a felett, hogy mi lesz az, ami több emberhez eljut. Akkor onnantól kezdve ez nagyon-nagyon befolyásolja a stílus alakulását, potenciálisan, hogyha mindenki ezt hallja a rádióban, akkor nyilván több embernek megtetszik, ha ezt hallja a rádióban, mint hogyha nem hallja egyáltalán. Tehát akkor innentől kezdve akkor arra fog menni tendálni a stílus is, mert azt el lehet adni, akkor abból beleszól majd a pénz, stb. Ez elég messzire mutató dolog ez, hogyha ez bekerülne, úgymond. Csak hát ugye sokan ezt nem tudják, de a rádió az nem így működik, hogy majd ő eldönti, mit játszik. A rádiók azok ugye vesznek bizonyos pakkokat, ugye kiadóktól, vagy akármilyen aggregátortól, akik ezeket árulja, ugye, tököm tudja, van egy csomagban 50 zene, ezt megveszik, és akkor meg van szabva, hogy ezt lejátszhatják ennyiszer, meg ennyi ideig. És azért halljuk azt, hogy minden nap lemegy a, nem tudom, és mondja ki, Lotfi Begi zene, lemegy egy nap háromszor a rádióba, meg van véve az a csomag, meg van véve az a jog, és ezt ki is akarják használni. Szóval ez nem úgy működik, hogy a rádió majd, persze, ez tetszik, ezt lejátszom, nem. Ez be kell kerülnünk nekünk egy olyan csomagban, amit a rádió megvesz, hogy játszhassa. Viszont amíg ezeket a csomagokat olyan arcok árulják, akiknek gőze nincs ezekről a stílusokról, addig semmi esélye bekerüljön ez a műfaj a rádióba. Na most az igen, ez egy érdekes dolog, hiszen most gondolj bele, hogy bekerülsz egy pakba, mondjuk egy Disturb bekerül egy pakba, teljesen véletlenül. Otthon Marika néni mosogat, azt elviszi a fején, mikor a Dua Lipa után egy Disturb bekerül a rotációba. Hát ő... Az előbb semmi baja nem volt most. És nem érti, hogy állítódott át a rádió, hogy átkapcsolt a másik csatornára, vagy mi történt, elromlott, kicsit megmozgatja az antennát. Tehát, igen. Tehát egyébként kicsit aktivitásos buzítalak itt titeket, írjátok majd kommentben, hogy ti mit szólnátok ezt, hogy egy kicsit mainstream-ebb vonalba elindulna a hardstyle, vagy örülnétek neki, nem örülnétek neki. Írjátok le a véleményeteket. A szabban lesz mondom, hogy nem az albumokról van szó, hanem ugye itt a magákról, a zenékről, ugye vannak erre specializált, ugye úgymond dealerek, akik ezt árulgatják ugye rádióknak.
csomagba a kiadóknak a zenéit, és ugye meg van szabva, hogy mondom, hogy mennyiszer játszhatják le, meg meddig van rá jogosultságuk. Ugye mondom, ezért is van az, mondjuk teszem, azt megvette a Britney Spears Toxicot 2024 augusztus 31-ig a lejátszási jogot, ezért te fogod hallani óránként a rádióba, mert ki fogja használni. Ugye van egy szelektor, ugye, be van állítva ugye magában a rádióban, szóval nem a műsorvezető válaszza ki, hogy milyen zene fog következni, meg nem a éppen aktuális DJ, vagy DJ, hát DJ műsorok azok megint más, igen. Szóval, hogyha van egy, mondjuk Reggeli Balázs, ugye Rádió 1, ott a szelektorba be van írva, hogy mi a következő zene, és akkor azt játsza magától a történet. Mert ugye be van lőve, hogy melyik zene mikor menjen le, egy nap hányszor, egy héten hányszor, vagy akár egy évben hányszor. És ez egy előre be van állítva. Mert meg van véve az a zene, és ezt játsszák. És a Balázs csak az, és a Balázs nem egy gombot nyom, hogy ő most ez lesz a következő, de nem, ő látja a szelektoron, hogy most következik a Lotfi Begitől a Háborgói, meg a Háborgói Mélység part 2, és ezt ő bemondja, és azt fog szólni. Na, ki akar még erre hozzáfűzni ez? Igazából szerintem ezt a témát azért egész jól kibeszéltük, tehát vagyis hát te egész jól elmondtad. Nézem itt egyébként, hogy esetleg új komment érkezette, nem nagyon látok, ugye Szabó András... Tehát igen, azt írja valaki, hogy közben keresem vissza, hogy amíg nem túlzás a stílus, addig nincs baj a mainstream-mel. Ugye ezt írták? Mert én nem találom ezt. Van Euforik meg Rav. Nem tudom, mire gondol itt a Berci. Arra, hogy lement a rádióba? Lehet, nem tudom. Tehát ugye a Euforik az eleve elment ebbe a mainstream irányba. És ugye a Rav volt ennek a, hogy mondjam, a lázadása ennek a, az ellenlábasa ennek a nyálasodásnak, ugye? Ezért alakult ki a Rav. Kérdezi, mondja ki, Janika, király Janika, mondja, amíg nem kurva el a stílus, addig nincs olyan mainstream. Már szerintem se, nyugodtan menjen el a rádióban, legyenek mainstream előadók, ameddig vannak olyan producerek, akik ugye nem ezt a nyálas vonalat képviselik, addig mindegyiknek meg lesz a közönsége. Ilyen nagy dominikai rádiót nem hallgat, mert a star mainstream megy. Én sem hallgatok rádiót egyébként, nem is tudom, mikor hallgattam utoljára. Szerintem akkor, amikor ébredtem reggel 4-kor, és az kapcsolt be, az meg vagy 10 éve. Ha nem menne rajta a hátra, hogy elkezdem rádiót hallgatni, én akkor sem, mert minek, ott a YouTube, ott a Spotify, tök fölösleges. Egyébként, bocsánat Viktor, egy pillanat is adom, így visszatérve a rádiózásra, például Balázsék, ők letolták igaz poénból a Scooternek a Fuck 2020 számát. Nem hardstyle, de mégis tartalmaz hardstyle elemeket. Tehát ez is azt mondom, hogy egy olyan fajta nyitás abba az irányba. Akarjuk ezt, hogy egy úgymond, amire ők azt gondolják a nagyok, hogy ez hardstyle, mi meg kis emberek underground közösségben azt mondjuk, hogy hát ez nem hardstyle. Tehát akarjuk-e, hogy így kerüljön be a köztudatba? Adom Viktor. A stúdió. Nem is tudom, mit akartam mondani éppen. Nagyon nézelődtem itt a Defcon videóban. Szóval, hogy igen, ennek megvannak itt a veszélyei, hogy most ilyen bekerüljön a rádióba. Én nem hiszem, hogy nem hallgatnának az emberek rádiót. Most nyilván itt most az Imi mondja a Spotify-t, meg a YouTube-ot, meg a mindent. Most nyilván ő egész nap, mivel hogy Koszka ebbe él, de az emberek 80%-a nem ezzel foglalkozik, nem az internet, vagy nem tudok százalékon mondani, de nagy része az embereknek nem él nappal az interneten lóg, meg van nyilván más korosztály, aki hallgat rádiót, és ott van. Tehát őnek is tetszett, és az elég nagy százalék, tehát nem a 10% mondjuk a népességnek, hanem nagy százaléka megy a munkában, nem tudom mennyire fog különböző zenéket hallgatni, mert ő neki nem ez a beállítottsága, de lehet, hogy pont meghallgatná, akkor meg tetszene neki, nem tudom. De megvan a veszélye, hogy akkor ugye nagyon sok tényező közre játszana, hogyha ez a rádióba szólna szerintem, hogy olyan hatások lennének, amire nem tudod, hogy mi lenne a kimenetele, hogy ez most hova fejlődne. Mármint ez világszinten, most nem nálunk nyilván, hanem mondjuk világszinten értendő ez, hogy ez lenne a house utána, nem tudom, ez lenne az új house, vagy nem tudom. Szóval, hogy igen, ez, igazából azért is, talán azért is olyan jó ez a dolog, mert hogy ez nem annyira mainstream, mármint úgy mainstream, hogy nem a emberek többség, megvan az egyedisége, hogy épp azt teszi erőssé, hogy egy kis közössége van, kis közössége időzőjelben. Szóval, hogy ez jóvá, ez a 100 ember Magyarországon, nem, hogy ez jóvá teszi szerintem, úgyhogy meg egy kicsit körülögesebb, mint mondjuk a
84 ezeredik House ugyanúgy. Azt az beszéljük, hogy családias a hangulat a bulikon? Túlságosan. Szerintem túlságosan családias. Tehát ez már el tudja vinni egy olyan rossz irányba ezt az egészet, ami már nem is underground, nem is mainstream, hanem inkább ilyen házi buli feeling. Tehát én inkább érzem ezekre a bulikra azt, hogy talán egy olyan házi buli, amin esetlegesen egy picit többen vannak, de nem lehet még mindig azt mondani rá, hogy az ékes példája lenne bármelyik budapesti éjszakának az, hogy mi akárhol csinálunk egy rendezvényt. Pontosan emiatt, mert egyszerűen, amíg ez nincs letorva az emberek torkán, addig nem fogja érdekelni az embereket. Hát konkrétan ugye, Andor, mi megkérdeztük az A38-at is, hogy csinálnánk oda bulit, és megmondták, hogy a hardstyle-öket nem érdekli, nem szeretnének oda a hardstyle bulit. Jó, és mi van akkor, hogyha letolod az emberek torkán a házt, tehát hogy már pedig igen, most ez lesz a trendi, ez lesz a menő, ez lesz a trendi, ez lesz a menő, és egy év alatt kiég az egész a picsába. De. És akkor mi van? Akkor utána, de lehet, hogy kiég, mert, várj, bocsánat, ugyanúgy, mint a többi kis úgymond sub, meg underground zsanrák, amik így kiégtek, és így eltűntek a köztudatból, és azt mondott, hogy én már nem megyek, mert már most az nem olyan menő, mert most már mondjuk a trap buli a menő, most már ez a menő, az a menő. Tehát benne van ez is. Most adom imit, vissza... Nézd, hát a hardstyle soha nem volt underground, szerintem. Mármint lehet, hogy eleinte az volt valamennyire, amikor elindult, de már akkor is voltak 10-15 ezen egy fesztiválon, ugye amikor elindult ez az egész, és azóta csak többen. Igazából ez valamilyen szinten mainstream. Oké, hogy nem megy a rádióban, de akkor is mondhatjuk szerintem mainstreamnek, hogyha vannak, mennyien voltak a legtöbben Defconon? 100 000? De azt hiszem voltak, valamelyik Defconon voltak 100 000, mint a Wikipédián láttam volna ilyet, de ebben most nem vagyok biztos. De azt hiszem az egyiken talán, mintha lettek volna valami rohadt sokan. De hogy akár nézzük azt, hogy a... Na mindegy, szóval nem mainstream szerintem. Persze nyilván vannak ebbe is ugye... fokozatok. Mondjuk a maga az Euphoric Hardstyle azért az mainstream. Szóval mondhatjuk annak, hogyha van több millió hallgatottság egy zenén. Ugye akár D-Blocken, Estefan, akár Brennan Hart, mert van. De még ott van mondjuk az Extra Rav, meg a Rav, meg akár a Rafforik, ami ugye mondhatjuk Melodic Ravnak is, az nem mondjuk nem mainstream. De ami mondjuk a mainstreamben ez működhet, hogy megy tévébe, megy rádióba, és lejön, emiatt lejön sok ember. És lehet, hogy egy pár underground arc azt fogja mondani, hogy nem jönnek le emiatt, de ez mindig csak a hangos kisebbség. És mi ott lesznek ezeren egy bulin, és mi utána meg Dagobert bácsiként fogunk a pénzbe úszni, és érted, szóval igazából kit érdekel? Kit érdekel? Mert igazából akárhogy nézzük, ez egy üzlet. Ez egy biznisz. Nekünk nem az a lényeg, hogy 50-en legyenek egy bulin, mert nem éri meg. Nem éri meg. Nekünk az éri meg, hogyha lejönnek 500-an, 600-an, 700-an, 800-an, és utána tudunk elévni jobb előadókat, meg akár megélni belőle. Akárhogy nézzük, ez üzlet. Persze szeretjük, imádjuk, mert hogyha nem szeretnék, nem imádnánk, nem csinálnánk 15 éve. Ugye, raktuk bele a pénzt feleslegesen, csomót elégettünk konkrét, amit beszortuk volna a tábortűzbe. Annyit ért, az elmúlt 3 évben, most Covidot leszámítva, volt valamilyen szinten nyereséges. De tényleg. Szóval azért mondom, hogyha nem szeretnénk, nem csinálnánk, de akkor is ez a cél, hogy ebből, aki ezt csinálja, nem azért csináljuk, mert hobbi, hanem azért, mert szeretnénk belőle megélni. Ez lehet, hogy hülye hangzik, de ez sajnos így van. Ez így van, és igen, vegyetek bögrét a Hungarian Hardstyle webshopba, vegyetek bögrét, meg szájmaszkot. Hol is tartottunk? Tehát igen, amit mondtál, arra egy pár szót megengedsz. Tehát ugye mondtad, hogy nem érdekel az a pár ember, hogyha nem jönnek le, inkább jöjjenek, mert ebbe csak a dollárilag. Nem szabad szeretni. Nem érdekel, mert az túlzás, mert szeretem a kemény magot, de amikor már ott tartunk, hogy van több ezer lajongó, és lejön több ezer ember a buliba, akkor az a 20 ember, aki emiatt beveri a hisztit, hogy nem jön le, az már igazából nem fog érdekelni senkit. Még ha személy szerint érdekelne is, akkor sem, mert üzlet. Üzlet, persze, de abszolút én azt gondolom, hogy
nem szabad szembe köpni azokat az embereket. Ne, bocsánat, akkor rocs... Nem. Még szeretem őket, nem szembe köpni akarom őket, de akkor, mert mondom, ismerem az emberek nagy részét, én persze hiányoznának, meg ilyesmi, szóval ez hülyén hangzik, amit mondok, de nem, nyilván nem megsérteni akarok senkit, nem erről szól a történet, hanem szimplán üzleti részéről beszélek most. Tehát ha a szervezőként nézed, akkor aláírom, hogy igen, akkor fontos az, hogy mennyien vannak. Viszont, én... Tehát én úgy gondolom, hogy persze üzlet az egész, mert ugyanúgy neked is kiadásod van belőle, tehát utána kell járni, megeszi az idődet nagyon sokszor. Viszont én úgy gondolom, hogy nem szabad azokat az embereket se elfelejteni, akik azon a 20 fős bulin is ott voltak, mert ők a leglojálisabb emberek szerintem. Mert nekik az kurva mindegy, hogy az mit tudom én, milyen hajón van. Nem, ők lejöttek akár a labirintusba is, bárhova. Tehát valahogy őket is meg kell tartani, tehát nem szabad őket elfelejteni, nem szabad őket kihagyni ebből úgy, hogy őket ne szólítsd meg, csak egy teljesen másik közeget. Közben olvasom, nem kell szembe köpni azokat, mert már rég nincsenek itt. Tehát azt mondja Imi, hogy például te is, Berti, tehát így pont ezt mondja. Igen, ugye erre mondtam azt az elején, hogy azt a 100 embert, akit szoktam látni. Visszaadom, mert te már nagyon mondanál. De hogyha megnézed a sztorit, ugye azért a bulikat is próbáljuk úgy felépíteni, hogy megkapja mindenki, amit szeret. Ott van a mainstream, ott van a raw, ott van az extra raw, ott van a hardcore. Szóval azért mondom, hogy nem köpünk mi szembe senkit. Mi a saját buliainkat... Meg a Petrik a nyitás előtti warm-up-pal, meg a 15 perces Samba de Janeiroval, igen. Na mindegy, szóval igen, szóval próbáljuk a bulikat úgy felépíteni, hogy azért mindenkinek megfeleljünk így is. Nagyon-nagyon érdekes témákat feszegetünk, igen, itt vagyok én is végre. Na, tehát itt beszélgettünk arról, hogy miért nem megy, miért nem jönnek, mainstream, nem mainstream, underground. Na, most akkor tegyük fel azt, tavaly nekünk volt egy érdekes beszélgetésünk közel egy éve az Imivel, teljesen mindegy, hogy kikkel, profi emberekkel, akik azt mondták nekünk, hogy itt az is baromi sokat számít, hogy mi küllemre, tehát hogy milyen a mi profilunk. Ha megnézzük egy átlag mainstream DJ-nek, előadónak akár az Instagramját, akár azért, de erről is beszélgettünk egy picit múlt héten. Tehát én személy szerint, most csak saját 1/1-es személyben én magamról tudok beszélni, én képtelen lennék arra, hogy csak azért, hogy promózzam magam, és csak azért, hogy ott legyek minden nap az emberek szeme előtt, azért egy jól beállított képet, teljesen mindegy milyen pozícióba kitegyek valami semmit mondó okádék szöveggel, ezt nyugodtan vegye bele magát az összes hazai előadó, akire most gondolok, teljesen mindegy, hogy kisértődik meg ezen, vagy ki nem. Én erre képtelen lennék. Tehát ott olyan szinten nem a zene beszél az ilyen előadók mögül, meg olyan szinten nem az beszél, hogy milyen produktumokra képesek, hanem egész egyszerűen csak a műegoizmus. Csak az a mű, sallang, felszínes világ, amit már rá tudnak tenni az elektronikus zenének bármilyen szegmensére is. És itt felmerül az a kérdés, hogy akkor mi eladhatóak vagyunk a mainstreambe? Nyilván nem, mert én erre akkor se lennék hajlandó, hogyha hétvégente felajánlanának nekem 3-4 fellépést. És ez nem azért van, mert én nem akarom ezt csinálni, hanem egész egyszerűen azért van, mert ez... Nem, ez nem egy olyan dolog, ami minket tükröz. Tehát... Csak tudod, ez nem arról szól ez a dolog, hogy az adott előadó, most mondhatnánk pár mainstream előadót felsorolhatnék itthonról, ugye akár ugye Nem az a lány, vagy Lil G, vagy akár sokat emlegetett Lotfi Vegi, aki egyébként 20 éve a barátom, de mindegy. És vagy nem is tudom, kiket mondhatnék még így magyar szintéről, By Alex, stb. Nem azért raknak ki magukról képet, mert ők ezt annyira szeretik így ezt csinálni, hanem azért, mert sajnos a magyar fogyasztói társadalom, a magyar fogyasztói társadalom már sajnos így működik. Ha valaki nincsen szem előtt, elfelejtik. Nekik ugye ezeknek a mainstream arcoknak ez a megélhetésük.
És amennyiben nincsenek ugye szem előtt, elfelejtik őket, nem fogják megvenni a zenét, nem fogják megnézni YouTube-on, nem fogják meghallgatni Spotify-on. Szóval muszáj nekik előtérben lenni, persze értem én, hogy miért nem szeretnéd, de igazából, hogyha már például lenne annyi fellépésünk, vagy akár annyi bevételünk a zenékből, erre tudnánk mi egyébként alkalmazni egy direkt erre a célra kitenyésztett, ugye kitenyésztett, ugye pont erre a célra kitenyésztett ugye szociál média menedzsert. Nagyon sokan ugye ilyeneket alkalmaznak, pont ezért, hogy ezeket ők megcsinálják. Ugye van egy portfólió, amit most is csináltunk ugye nemrég, azokat ő posztolgatja, a zenéket posztolgat, akármit posztolgat. Persze, hogy nyilván a Bayer Alexandre magának posztolgat, például azt például konkrétan tudom, mert válaszolgat mindenkinek, de egyébként ez, ja, ez ezért működik, mert sajnos a magyar fogyasztói társadalom tette ilyenni. Ez most nem feltétlenül csak Magyarországra igaz. Ha végignézed a nemzetközi szinten, ugyanez a helyzet. Ugyanez a helyzet, és ugyanígy egy felszínes, sablonos álvilágot próbálnak közvetíteni azok felé, akik ugyan befogadják ezt az egészet, de mégis egy olyan kvázi műcsillogást mutatnak be az egésszel, aminek nem feltétlenül ez a normális háttere. És azért mondjuk egy 15 évvel ezelőtt, amikor még tényleg olyan alapszinten volt ez az egész, és feltörekvőbe volt a műfaj, én totálisan megálltam azon a szinten, és nekem az bőven elég. Tehát ott én az az ember vagyok, akinek az a fontos, hogy beszéljen a zene. Beszéljen a zene, ne a mögöttes dolgok, ne a izék, hogy ki hogy néz ki, ne a cuccok, ne a izé. Jó, persze, tudom, hogy kell a kiállás, tudom, hogy az kell, hogy a kislányok beleszeressenek a mit tudom én, XY, nem mondom ki melyik hazai DJ-be, de igen, de ez számomra akkor is egy járhatatlan út lenne, ha nekem felajánlanának, mit tudom én, pénteken két fellépés, szombaton meg hármat. Tehát én erre személy szerint képtelen lennék. Megnézed, 15 évvel ezelőtt nem volt ekkora a Facebook jelenlét ugye senkinek, meg sehol, ugye nem volt ennyire, hogy mondjam, uralkodó a social media platform, ugye nem volt Instagram se, ha jól tudom, meg semmi más. Most meg ugye mi van? Ugye mindenki Facebookon, Instagramon lóg, és ezért van az, hogy próbálnak az előadók ugye ott jelenlétet, ahol ugye a közönséget megtalálják. Mert hol lehetne máshol? TV-be reklámozni drága, amúgy sem néz senki tévét, mindenki Netflixet néz, HBO-t néz, vagy majd Disney Plus fog nézni, vagy OnlyFans, igen. Vagy sokan ugye Twitch, sokan ugye nézik a Twitch-et is. Ott itt felesleges reklámozni, nincs értelme. Ugye hol újságok nincsenek már nagyon, ugye zenei újságok megszűntek itthon, külföldön és max a DJ mag működik. Nem tudom, hogy más országokban hogy van, de nálunk például a Free magazin az már nagyon régen megszűnt. Miért? Mert senki nem vette. Hol lehet elérni a közönséget? Facebookon, Instagramon, Twitteren. Ezért mindenki ezen a platformon próbálja magát promotálni. Mindenki ezen a platformon próbálja magát promotálni, és eljutottunk ide a 21. században, hogy ott kell lenni sajnos a social media felületeken, promotálni magad, mert a kiadók sem állnak veled szóba. És te el tudnád úgy képzelni magad, hogy felkelsz egy nap, befekszel a kádba, mit tudom, ott van rajtad 6 köbméter fürdőhab, meg izé, és akkor na, ma lazulósba talom, mert ilyen kedvem van, 600 000 hashtag, és a többi. Nyomdék is egy kikövetést azért, mire rögtön, hogy... Én nem csak kikövetést nyomnék, én szerintem lerúgnám a monitort a helyéről, de most ácsi, tehát hogy te, mint előadó, te képviselsz valamit, meg szeretnél valamiben értéket teremteni, legalábbis merem remélni, hogy mindenki így van ezzel, hogy mennyire hajlandó saját magát beáldozni azzal a kapcsolatban, hogy ez neki valamilyen lépcsőzetes előreugrást okozzon a karrierje során. Én speciál egyébként simán rakosgatnék ki magamról ilyeneket, már mint nem fürdőhabos, fürdőkádban fetrengő szarokat, hanem mondjuk akármilyen random képet, csak ugye most ez hülyen néz ki, hogyha magamat így fotózgatom telefonnal, az úgy kicsit tré, hogyha lenne valaki, aki fotózgat, mondjuk néha-néha az úgy aláírom, úgy igen. Szóval ezért nincs is kint rólam semmi naponta, mert most én magamat nem fogom fotózgatni. Ha lenne valaki,
aki néha-néha lefotózna, azért kiraknék egy-egy ilyen posztot, nyilván nem napi szinten. Mert nem napi szinten raknám ki ezeket, meg nem a fürdőszobában fetrengős, meg nem a strandon fetrengős, meg a tököm tudja, de azért mi is rakosgat? Nem, semmi erről nem beszélek, mondjuk tököm tudja, elmennék sétálni a Városligetbe. A barátnőmmel azért lehet, hogy lefotóznám magam, hogy asszonnyal sétálgatunk, kirakom a Dinoizer oldalra. Persze, belefér, de azért nem óránként, meg nem folyton. Elnézést. Nem adom oda. Tehát itt most te is nagyon jól tudod, hogy itt másról van szó. Tehát itt megint az van, hogy el kell azon gondolkozni logikusan, hogy mi vajon beleférnénk-e a magyar átlagnak ebbe a sávjába? Hogyha mondjuk mi csinálnánk ilyeneket? Vagy nem tudom. Nem hinném. De hogy férnénk be? A Petrika szerintem annál inkább, de neki amúgy is működik már az új Cseturbét oldala, úgyhogy kövessétek be, iratkozzatok be, küldjetek neki pénzt. Este 8-tól OnlyFans-on majd kövesni. Nem tudom. Nem, tehát ez megint egy olyan dolog, amire úgy gondolom, hogy nem lehet észszerű választ adni. Tehát most gondolom a nagy része a hallgatóknak az ismer engem személyesen is, vagy legalábbis már beszéltem velük, kettő szónál többet, azok nagyon jól tudják azt, hogy miről beszélek ezzel kapcsolatban. Tehát nem kell, baromira nem kell messzire menni, csak menjenek rá egy átlag hazai mainstream DJ-nek az Instagram profiljára. Milyen feedet kap? Nagyon felszínes feedet kap. 101 hozzászólásunk van most ezen a live. Igen. De akkor is nagyon nem életszerű feedet kap azzal kapcsolatban, hogy ő mit képvisel. Oké, elektronikus zenét játszik, oké, kiáll baromi sok ember elé, oké, tök jól néz ki, nagyon menő cuccokban van. Valószínűleg nem ő írja a zenét, mert tudom, hogy biznisz, tudom, hogy üzlet, de akkor mi a hozzáadott érték? Mi az érték? Tehát mi képviseli, azért nagyon elmentem puzséri magasságokba. Nézd, érték attól még lehet a zenében, mert te ettől függetlenül néha promótálod magad. A kettő nem ugyanaz. Te írhatsz, igényes zenét, írhatsz nagyon összerakott zenét értékkel, de mellé ugye muszáj promótálnod magad, mert kutyát nem fog elérni. Most nem azt mondom, hogy napi szinten vagy óránként rakják ki valami posztot, de azért heti 1-2-t azért illik egyébként kirakni a Facebook oldalra, hogy lássák, hogy vagy létezel, ha nem is képet, de legalább valami kontentet, a saját zenédről, vagy akármilyen visszaemlékezést, vagy bármit. Látjátok, milyen jó az, itt van egy páros, és az egyik maradjunk konzervatív, a másik meg, hogy mindent hozzunk szét, minden legyen, az a legjobb, az a... Ádám, ami mindig is a yin-en yang voltunk egyébként. Igen, ezért megy olyan jól. Tehát... meg a Jay és Néma Bob, igen. Ezért megy olyan jól, mert hogy a yin és a yang az nagyon megy. Az most látszik, hogy ez most majd bejött. A ying és a yang, ja. Hát srácok, az, az igazság, hogy most no offense, ugye már most ti 4 perc múlva, akkor ezt letolom ezt a 4 percet levegővétel nélkül. Tehát, hogy az a helyzet, hogy most már egy tök más generáció van. Tehát most már a nem biztos, hogy te meg tudod szólítani a 18 éves korosztályt, azt a fiatal korosztályt. Azzal, hogy te zenéket írsz. Mert az kevés. Látom, valami nagy fasságot akarsz mondani. Igen, úgyhogy be is. Jó. Tehát így... Szerintem nem megszólítani akarta. A megszólítás. Tehát ugye most már az kevés, hogy te kirakod a YouTube-ra a zenédet, és akkor azt mondod, hogy gyerekek, itt van az új Eden Bates zene. És akkor hallgassátok, igen, akkor nem is lesz. Tehát most már nuklír lesz. Tök mindegy. Tehát most már neked nyomni kell ezt a kontentet, akár Instagramra, akár Facebookra, sőt, most nem tudom, hallottátok-e, hogy egy kazah gyerek nyert Grammy-díjat. És ő a TikTokon kezdett el terjedni a zenéje. Tehát azért ez is egy olyan platform, amit
nem tudom, szerintem nem lesz nuclear TikTok egy darabig, tehát... Miből gondolod? Ha OnlyFans van, akkor... Megnézném ezt a lipszinkes táncolós videót. Már rendelem is, már csinálom is a nuclear TikTokot. Tehát azért haladni kell, így mond a lépéssel, mert ne nyug helye bele, mert haladni kell a korra, bocsánat, nem a lépéssel, haladni kell a korral, mert különben nem fogod tudni megszólítani azt a generációt, aki, mit tudom, a következő fiatalok, akik fizetőképesek lesznek, és el fognak menni a buliba. De ne add ide, csak told a számba, szóval, hogy a nuclear TikTok... Hoppa! Azt majd az OnlyFans-en, de mi? A mikrofon! Hallod, ebből már nem jössz ki jól, Na, szóval az a baj, hogy egy nuclear TikTokon egyébként tol mi lenne a content, már egy nyitás után, hogy folyamatosan a kocsmába szirok vodka, szóval ez menne csak hát. Akkor nem lesz lipszinkes táncolós videód a fürdőbe? Nem. Hát jó. Volt egy mikrofonálványunk, gyerekek. Pedig ezt együtt vettük még egy-két héttel ezelőtt, na mindegy. Rest in peace. Szóval, hölgyek, urak, úgy állunk, hogy van vissza az adásból 2 percünk, úgyhogy ezúton is szeretnénk nektek megköszönni, hogy hallgattatok ma minket. Itt voltatok ma velünk. Mindjárt csinálunk képet is? Ja, akkor izé... Most akkor vége van az adásnak? Aha, egy picit elborult a kamera állványunk. Úgyhogy köszönjük szépen a mai napot. Jövő héten találkozunk csütörtökön? Csütörtökön szerintem újra találkozunk, és akkor addigra próbálunk egy olyan tematikát összeszedni. Na, tehát akkor jövő héten csütörtökön 5-től 7-ig ugyanígy fogunk jelentkezni. Igyekszünk normális műsor struktúrát most már felállítani nektek. Ha van ötlet arra, hogy miket szeretnétek hallani, vagy mire lennétek kíváncsiak, vagy esetleg hogyan építsük fel a műsort teljesen interaktív módon, akkor légy szíves, dobjatok nekünk akár privát üzenetet, akár bombázzátok az Imrét, de főleg az Imrét. Főleg az Imrét, mert mi amúgy dolgozunk a srácokkal, az Imre meg a gépekkel ül egész nap, gép előtt ül egész nap, úgyhogy... Kameránk az meghalt, úgy látszik, úgyhogy lehet, hogy nem lesz kép. Nem. Na. Hát nyomom közben, mert mondják itt a srácok, hogy folytassam az adást. Kérdezik itt tőlünk, Szabó Attila kérdezi, hogy szombaton nem lesz stream? Lesz stream szombaton, ki érkezik hozzánk? Senki? Csak ketten leszünk? Viktor? Akkor hárman leszünk szombaton. Viktor, Imre és én. Azt mondja, hogy nincs kép. Nincs kép. Zsolti mondta nekünk, hogy fülest fel, és hallgassátok meg együtt az új Zatox muzsikát, utána pedig véleményezzétek szakmailag. Oké, Zatoxot már 15 éve is tudtuk, hogy legyen egy csak producing. Biztos, hogy lesz vagy 10 hallgatónk. Hát a kamerát fellökték, azt a kábel megbordált, azért nincsen kép. Ezt majd jövő hétre majd ugye rendbe hozzuk, addig is. Én elköszönök, én Dinoizer voltam. Hello, Ádám. Hello. Én is Ádám. Patrick voltam, úgyhogy... Sziasztok, Viktor. Ugye én meg Imre. És akkor jövő héten akkor szombaton zenés stream, és jövő hét csütörtökön remélhetőleg képpel megint ilyen beszélgetős streambel jelentkezünk. Várjuk a hozzászólásokat azzal kapcsolatban, hogy milyen témakörben folytassuk tovább ezeket a beszélgetős kis csütörtök esti chilloutos streamjeinket. Pont beszéltük a Viktorral az előbb, hogy produceri, legyen full produceri stream, de az biztos, hogy lenne vagy 10 nézőnk, úgyhogy... Így van. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Jó éjszakát, sziasztok!